A mandala a hindu és a buddhista istenek egyfajta vallási ábrázolása, egyfajta meditatív tevékenységet is jelenthet, és még gyógyító ereje is van. A következő vendégünk Kovács Andrea, mandala készítő, és ő fog nekünk itt beavatni ezeknek a gyönyörű képeknek a elkészítésébe és erejébe. Üdvözlünk a műsorban, Andrea! Szervusz, szia! Sziasztok! Jól mondtam, hogy igen, meditatív tevékenység, gyógyító ereje van. Hogy kell elképzelni? Hogyan kezdjünk neki mandalát készíteni? Teljesen jól mondtad. Igazából elhoztam a festőállványomat, a vásznamat, tehát most így gyorsan el tudom mutatni, hogy hogyan is szoktam ehhez az egészhez hozzákezdeni. Tehát már az interneten is számos sablon megtalálható, tehát ez bárki számára elérhető. Különböző színező könyvek is vannak, amit hoztam is egyet, amiből ugye ezeket ki lehet nyomtatni, és egy indigó papír segítségével, tehát a vászonnak a közepét ugye mindig pontosan kimérem, fölrakom, tehát hogy a mandala középen legyen, tehát arra figyelni kell, hogy van egy pici bősége, tehát elmozdulhat, tehát hogy pont középen legyen, átmásolom a vászonra, és igazából én mindig szeretem a saját kreativitásomat is belevinni, tehát én soha nem azt a sablont használom úgy, ahogy van, az csak egyfajta mértékadó, tehát szeretem a saját elképzelésemet, a saját művészetemet beletenni, átalakítom és igazából megfestem, és a mandala szoros összefüggésbe hozható a lélekkel, a lelki állapottal, hiszen ez egy belső utazás, és úgy szoktam általában festeni, amikor otthon vagyok és egyedül vagyok, és ihletett állapotban vagyok, és akkor érzem azt leginkább, hogy rá tudok hangolódni. Én személyre szólóan is készítek mandalákat, és olyankor általában az én lelkemből is, az én felismeréseimből, megértéseimből is van egy darab, és abból is, akinek ez készül. Én szeretném megkérdezni, hogy ugye például milyen jelentősége van annak, hogy mondtad, hogy ki kell mérni ugye a közepét, ez nagyon fontos, illetve a színeknek, hiszen ugye annyira gyönyörű színű mandalákat látunk itt, hogyha mondjuk Roli mond három színt, meg mondjuk én mondok három színt, abból már tudsz-e következtetni valamit a mi személyiségjegyeinkből? Igen, abszolút, abszolút így van. Akkor én mondok is hármat, nem tudom, mik közül lehet választani, de például nekem a zöld az egyik kedvenc színem, azt nagyon szeretem. Így most elnézve a mandalákat, szerintem egy fehérrel, meg esetleg, hát mondjuk talán nem is tudom, kékkel vagy narancsárgával ez jól néz neki. Igaz, ez most négy volt, tudom, de hogy ezekből lehet valamire következtetni? Igen, abszolút lehet következtetni. Megmondom őszintén, amikor megtudtam, hogy ti lesztek a műsorvezetők, picit így rátok hangulódtam, és nagyon érdekes, hogy ezeket a színeket gondoltam ki neked én is, ha én festenék egy mandalát. A kék a nyugalom, a kommunikáció színe, tehát a kommunikációnkat tudjuk a kék színnel erősíteni, valamint ugye nyugodtá tesz minket, a fehér a tisztaság színe, a fehér ruhában járni, tehát a tisztaság az alázat színe, a narancsárga egy életerő, a boldogság színe, és a zöld pedig a természet szeretete, gyógyító tevékenységet végzők szeretik nagyon ezt a színt. De örülök, hogy ilyeneket mondtál, egy kicsit izgultam, hogy itt most országvilág előtt majd, de nem, természetesen. Én mondok is, és én neki is kezdelik, hogyha lehet, mert így annyira adja magát ez a dolog, hogy én ezt el lehet kezdeni? Persze, szépen. Persze, sőt, hoztam színeszteruzákat is, úgyhogy bátran ajánlom, hogy... És akkor én is választhatok most, igaz? Igen. Fogom meghazudtolni, amit rólam gondolnak. Igen. Igen, egyébként pont ezt akartam mondani, hogy ugye téged is, ahogy láttalak, tehát ez a nőies rózsaszín, ez nekem elsőre jött, úgyhogy biztos voltam benne, hogy ezt ki fogod választani, és nem tévedtem. Tehát a nőiesség, igen, tehát a finom nőiességnek a színe, a rózsaszín, a szeretettel hozható összefüggésben. Bocsánat, akkor én most itt közben nyugodtan magyot hallgatlak, és én elkezdek színezni, jó? El van a gyerek, ha játszik címben. Tehát a nőiességgel, az anyasággal hozható összefüggésbe a rózsaszín, szeretet színe, a kék szintén ugye a kommunikáció, a torokcsakrával hozható összefüggésbe a kommunikációt, a nyugalmat, a belső nyugalmat erősíti, a citromsárga pedig magas intellektuális emberek kedvelik, abban a legeslegtöbb a fény, tehát ugye a nap színe,
Van esetleg bármi szabályrendszer a mandala készítés idején? Ahogy látom, többnyire nekem legalábbis úgy tűnik, hogy geometriai alakzatokból állnak. Mennyire kötöttek ezek? Tehát ugye, hogy Isten vallási ábrázolása, hindu, buddhista istenek, hogy ugye mondtad, hogy te beleviszed a művészetedet is, tehát ez ad egyfajta kötetlenséget, de mondjuk a színezés. Most, ha jól látom, akkor itt belülről kezdted el színezni, de hogyha kívülről színezzük, ez is utal valamire, vagy ez pusztán csak passzió, hogy éppen az ember hogy szereti? Biztos van mondani valója ennek is, hogy ki hogyan kezdi el. Megmondom őszintén, személy szerint mindig belülről kifelé haladok. Tehát a mandala festés, mint említettem, egy belső utazás, belülről kell, hogy jöjjön ez a dolog, és igazából azokat az embereket inspirálnám leginkább a festésre, akik művészi beállítottságúak, de természetesen bárkinek ajánlott. Például az óvodában most a kislányom, meg még kislányom van, és most tartanak abba az időszakban, hogy színeznek, festenek, és mindig odafigyelek arra, hogy milyen rajzokat készít, milyen napja volt, tehát összefüggés van a két dolog között. Önmagában egyébként, bocsáss meg, szerintem a színezés mint olyan is egy nyugtató tevékenység, hát még hogyha az ember ilyen szép mandalákat készít, akkor ezután a később a falak, vagy a lakás dísze is lehet. Hogyha gyermekünknek adjuk oda, akkor mit mondhatunk nekik? Csak annyit mondjuk, hogy kezdje el színezni, és nem feltétlenül kell itt felhívni rá a figyelmet, hogy igazából, mint szülő ebből lehet, hogy nagyon sok mindent le tudunk szűrni. Ez pontosan így van, és nagyon is ajánlom egyébként a kisgyerekeknek, mert az én kislányom például imádja a mandalákat színezni. Természetesen jó olajfestékkel szeretné, de azt nem engedem meg. Szóval, tehát a gyerekek erre nagyon fogékonyak és nagyon szeretik. Hát én remélem, hogy a felnőttek is fogékonyak rá. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és elhoztad nekünk ezeket a csodálatos mandalákat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Szia!